A madaraknak megvan az a szuper képességük, hogy megérzik a több ezer kilométerről érkező veszélyforrást jelentő időjárást. A madarak tudják, hogy jön a nagy kihívásokat jelentő időjárás, és döntést hozhatnak, hogy elmennek, vagy megnézik közelről, hogy ez milyen lesz. Most az itt maradó, bajba kerülő fecskék messze-messze túlnyomó többsége egyébként érthető módon a fiatalok, az idei fiókák közül került ki, akik hiába van bennük egy ilyen ösztön, nem döntöttek jól, vagy egy részük nem döntött jól. A fecskék rendkívül gyorsan repülnek, naponta akár 1000-1500 kilométert képesek megtenni. Táplálékukat kizárólag repülőrovarok teszik ki. Természetes ellenségük nincs, de a klímaváltozás következményeiben kialakuló szélsőséges időjárásra különösen érzékenyek, ami tizedeli állományukat. Nem kell rögtön Afrikába elvonulni, le lehet repülni mondjuk a mediterrán térségbe, valahova a horvát tengerpartra, és ott megfelelő körülmények között lehet átvészelni. Ugye a fecskeállományunk jelentős része valószínűleg így tett, különösen az öreg madarak. A gond itt azzal van, hogy a meteorológiai radarok érzékelik ugye a madarakat is, különösen nagy madárfelhőket, ezek alapján úgy tűnik, hogy Magyarországon, Balaton és Tokaj térségében olyan 1,2, illetve 1,5 millió fecske volt mindegyik helyen külön-külön. Tehát valószínűleg legalább egy olyan 2,5-3 millió fecske minimum volt az országban, de ennél valószínűleg jóval több. A parti és füsti fecskék várhatóan jövő év június 10-e körül térnek vissza Afrikából, amikor ténylegesen kiderül, hogy ez a pusztulás okozott-e jelentős károkat a hazai állományban.